sok szeretettel köszöntjük kedves előadónkat, Horváth Hegyi Olivér lelkipásztor testvérünket, a Szentendrei Evangélikus Gyülekezetből. Ő már bizonyára mindannyiunk számára ismerős, hiszen sokszor prédikált Pósmegyeden, Leányfalun, Tahítótfaluban, egyetemes imahetek alkalmával, és máshol is járhatott már nálunk, hiszen ez az ő nagy körzete. És nagyon jól esik az, hogy a sokféle elfoglaltsága szolgálata mellett vállalta, hogy a mi névfőiskolánk utolsó alkalmán, a reformáció emlékéve jegyében is Luther Mártonról tart előadást. Azt gondolom, hogy nagyon jól választottunk, hogy őt kértük föl erre, és köszönjük szépen neki, hogy elvállalta ezt a szolgálatot, tehát ma este rendhagyó módon előadóként fogjuk őt hallgatni. A padokban bőségesen van énekes, egy kicsit talán tudunk is segíteni magunkon. Azt gondolom, hogy nagyon illik ez a ma estéhez, hogy a reformáció himnuszát, Luther énekét elénekeljük, a 309. dicséretet, Erős Várom Istenünk. Az első és a második verset énekeljük el. Követően szeretnék a 46. Zsoltárból néhány verset felolvasni, abból a Zsoltárból, amely ihlette ezt a gyönyörű énekét. Erős várom Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk, ha ő velünk, ki ellenünk, az Úr a mi oltalmunk, az ő ellenség, most is üdöz még, nagy a serege, csalárcsák fegyvere, nincs ilyen több a földön. Erünk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. De közt értünk a hős vezér, itt Isten rendelt mellénk. Kérdezett ki az, Jézus Krisztus az, Isten szent fia, az ég és föld Úra, ő a mi diadalmunk. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek Ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Nekem tuskókat és fatörseket kell írtanom, töviseket és bozótokat kivágnom, posványokat betöltenem. Én goromba erdőirtó vagyok, akinek utat kell törnie és egyengetnie. Luther Márton a rá jellemző Krisztusba őszinte
vehemens és lehetetlen nem ismerő vallomásával, szeretettel és tisztelettel köszöntöm azokat, akik érdeklődve eljöttek és ma este beültek a templom padjára, lehet, hogy valaki már negyedik alkalommal a héten, hogy meghallgassák Luther Mártonról szóló előadásomat. Luther Márton életét nem szeretném most részletesen évszámokkal, eseményekkel felsorakoztatni ide, bár elég sok élettörténeti adalékot fogok az előadásban elmondani. Inkább magát a reformátort, Luther Mártont, aki az evangélikus egyház alapítójaként van számon tartva, a reformáció négy alapelvén, a négy szólán keresztül szeretném bemutatni a kedves érdeklődő testvéreknek. Igen, Luthernak favágó munkája volt. És ahogyan ezen a képen is kivehetjük, talán ismerős a kép, Dürer protestáns szőlőhegy című képe. Luther és társai, a papok, akik aztán később evangélikus lelkészek lettek, gyomlágatják, kapágatják a szőlőhegy egyik oldalát, talán jól kihebelhető a jobb oldalt, a fekete Luther kabát, hiszen Istentől azt kapták, hogy az ő egyházát gondozzák. Néha kemény feladat volt ez. Dürer a másik oldalra a katolikus egyházat festette le, hozzáteszem a 16. századi, 15. 14. századból táplálkozó katolikus egyházat, ahol bizony a papok inkább magukkal foglalkoztak, a díszes ruhába inkább egymást köszöngették, és kevésbé az egyház igazi dolgaival. Igen, ha Luther Mártonról beszélünk, akkor ő az az erdőírtó volt, aki nagyon bátran megtett olyan lépéseket, amelyek sokszor a császárral, sőt az ismert világ hatalmával, a hatalmasságok hatalmával, a pápával is szembe ment. Ám mielőtt megteszem, hogy a négy szólán, a négy egyedül alapelven keresztül, amit majd elmondok, hogy mik, bemutatom Luthert, szeretném magunkat, hűséges egyháztagokat arra a kérdésre emlékeztetni, és azzal szembesíteni, hogy vajon mikor is fejeződik be a reformáció. Reformáció ünnepének 500. évfordulójában vagyunk. 500 év. Bátran tegyük fel az 500 éve mindig aktuális kérdést, hogy vajon mi az, amit meg kell őriznünk az 500 éves reformációból, abból, amit Calvin és Luther felfedezett, amire kinyitotta a 16. századi egyháznak és embereknek a szemét, és vajon mikor vagyunk hűek a reformációhoz, ha megőrzünk, vagy ha megújítunk. Reformáció, megújítás. Konzervandó, vagy renovandó. Konzerváljuk azt, amit reformátor elődeink felfedeztek, hagyománnyá tettek, megéltek, vagy pedig megújítsuk a mindenkori hitet. Wittenbergnek a régi képe, és Wittenbergnek az új képe, a mai képe. Kell-e ragaszkodnunk a fél évezreddel ezelőtti tradícióhoz, hogy legyünk merészek, és reformáljuk meg az egyházat 2017-ben is ezen az ünnepen. Luther Márton minden bizonnyal modern gondolkozású teológusként az előbbire szavazna, reformáljuk meg az egyházat. Eszünk ágába se legyen 500 éves tételeket mondogatni, 500 éves, akkor a németországi katolikus helyzetben feltárt igazságokat szajkózni és azokat ismételgetni. Ne is az 500 éves énekeskönyvet énekeljük, hanem legyünk bátrak, és mondjuk azt, hogy amit a mai kor megkövetel, amit a mai kor felkínál, azt használjuk jól. Milyen furcsa a szlovák evangélikus lelkészeken, ez a csipke. Igen, ez is a tradícióhoz tartozik. Ha Luther vizitációt tenne itt Pécs-megyeren, eljönne és megvizsgálná a lelkészi hivatalt,
talán Kávinnal karöltve, vajon minek örülne, és mire reagálna nagyon hevesen egy asztali beszélgetésen, este a parókián, vagy a gyülekezeti terembe egy saját főzésű finom sör mellett. Vajon mit mondana Luther, hogy jó az, amit csinálunk? Ahogyan ez a régi kép ábrázolja őket, ilyen egy ideális református vagy evangélikus lelkész házaspár, ahogy Búra Katával együtt láthatjuk itt. Vagy egy lelkésznő lehet egy internetkaféban, egy inkább légiutas kísérőhöz hasonló öltözékben, laptoppal a kezében a mai kornak a gyermeke. Megőrizni vagy megújítani? Mit jelent a reformáció? És ha itt lenne Luther és Calvin, a Szentírás alapján, ennek az egyházmegyének a gyülekezeteiben, a gyülekezetek gyakorlatában, a papi öltözetünkben, a palásban, a Luther kabátban, a terveinkben, a Pósmegyeri református gyülekezet víziójában, hagyományaiban, teológiájában, magatartásában, vagy a népfőiskolára tekintve, vagy az igehirdetéseket végighallgatva Luther itt a padban, vagy a bibliaórákon részvéve, vajon emelni a poharát, azt a soros korcsét, és mondaná az, igen, pósmegyeri reformátusok, én 500 évvel ezelőtt pont erre gondoltam, a pósmegyeri gyülekezetnek jó hírét viszem Wittenbergbe, és vigye jó hírét Genfbe, Calvin. Bár sem a halott Luthernek, sem a halott Calvinnak nem akarunk tetszeni, vagy megfelelni, pláne nem hozzájuk igazítani magunkat, mert más a mi Urunk, az, aki feltámadt. Mégis figyelünk az ő igazságára, Luthernek az igazságára és Calvinéra. A sírkövek mutatják, gondolom már mindenki megtalálta a vallás alapítók nevei között Luther és Calvin nevét. Egyetlen egy sír van, amelyet nem tudunk behantolni, és amelynek köve el van mozdítva és nyitott, mert üres. Nekünk ezzel a sírral van dolgunk. Lutherék meghaltak, elmentek, de itt hagytak valamit, ami Krisztusra mutat, a feltámadottra. Így hangozzék el ennek az előadásnak az öt fogalma, amivel a következőben fogok foglalkozni. Solus Christus, sola fide, sola gratia, sola scriptura, és majd az ötödiket elárulom a végén. Kezdjük a sola scripturával. Luther Márton 33 évig tanított a 16. század legkorszerűbb, legmodernebb egyetemén, európai főiskolai intézményében, ahol a professzoroknak a teológiai előadásai mind-mind biblikus szemléletben történtek. Ez a Wittenbergi Egyetem képe, szépen felújítva most már 2017-re. Modern oktatással vette kezdetét a reformáció. Luthernek fontos volt, hogy bár édesapja jogi pályára szerette volna terelni, bányász emberként megtapasztalta azt, milyen vályárként kibányászni az ércet a német földből, de aztán eladósodtak azok a bánya tulajdonosok, akik elhárdálták a pénzüket, és a munkások megvehették a bányákat, privatizálták a bányákat. Így Luther édesapja szintén bányához jutott, és elkezdett gazdagodni, és látta, hogy ha ő nem is tanulhatott, de fiát taníthatja, és ezért jogi pályára szánta, de közbeszólt Isten, és Luthernek egy olyan mély élménye volt, amit talán mindannyian ismerünk. Először az egyik barátja majdnem meghalt, nagyon beteg volt, aztán tudunk egy másik barátjáról, akibe belecsapott a villám, és ő meghalt, és ő maga is egy sérülést szerzett néhány héttel vagy hónappal később
Abban a korban nem volt ajánlatos mással mászkálni egyik városból a másikba, mint egy szíjakkal, bőrszíjakkal, vádlihoz erősített törrel, és Luther egy futása nyomán úgy megsebezte az egyik ütőerét, hogy majdnem elvérzett és halál közeli élménye volt. Ezután jött az a bizonyos vihar, ahol Luther azt hitte, hogy bele fog csapni a villám, és most már nem menti meg őt semmi, és elkezdett jó katolikus módjára bányászok védő szöntjéhez, Szent Annához imádkozni, Szent Anna segíts meg, ha megsegítesz, szerzetes leszek, vagyis az egész életemet az Istennek szánom. Lutherbe nem csapott bele a mennykű, ezért szerzetes lett édesapja legnagyobb szomorúságára. Apja magázni kezdte, amikor beiratkozott a jogi egyetemre, de abban a pillanatban, hogy váltott és a teológiai fakultást választotta, illetve a szerzetes rendbe vonult, újra elkezdte tegezni őt, érzékeltetve a fiába, hogy nincs meg bennem a tisztelet irántad, mert te csak egy pap leszel, te egy ócska szerzetes leszel. Hát milyen egy szerzetesnek az élete? Mit csinálnak a szerzetesek? Bezzeg a jogász, akiből még egy város jegyzője is lehet, vagy az udvarhoz is elszegődhet. Luthert nem érdekelte az édesapja, a mennyei atya érdekelte őt. És innentől kezdve megpecsételődött Luther sorsa, aki igen kimagasló teljesítményeket nyújtott már szerzetes társaival szemben, ő olvasott, őt érdekelte a teológia, a filozófia, megengedték neki, hogy olykor belepillancson a Szentírásba, bár tudjuk jól, hogy a Szentírás le volt láncolva, és Luther is csak nagyon későn 20 éves is elmúlt már, amikor Szentírást láthatott egyáltalán. Luthert szerzetes főnöke, aki felette állt, tanulni küldte, és Luther igen magas eredményeket elérve a teológia tudományába, megszerette a biblikumokat, azokon belül is az Ószövetséget. És amikor Bölcs Frigyes azt mondta, hogy legyen itt egyetem, megalapította az egyetemet a 16. század elején, és jött a Luther, és szinte az egyetemmel együtt növekedett Luther. Mindenkinek, de leginkább a tudós reformátori teológusoknak elege volt abból, hogy az egyház tekintélyét tanítsák a diákoknak az egyetemen. Az egyház az igétől született leánygyermek, nem pedig az ige anyja. Hangoztatta Luther, és ilyen igazság volt, amit szintén ő mondott, nem az egyház teremt igét, hanem az ige teremt egyházat. Egy református gyülekezet ma nem azért református gyülekezet, mert van temploma. A Pósmegyeri gyülekezet nem attól gyülekezet, mert van lelkésze, meg parókiája, meg vannak bibliaórák és istentiszteletek. Egy gyülekezetet nem azt tesz gyülekezetté, hogy van egy területe, amit ellát. Van története, vannak hűséges tagjai, van presbitériuma. Az egyházat nem mi csináljuk, a gyülekezetet nem mi teremtjük meg. Az egyház azért van életben, mert a hirdetett ige, a kérügma életben tartja. Ezt az igét találjuk a Szentírásban. Ezért mondja Luther a reformátorok együtt, hogy egyedül a Szentírás, sola scriptura. Biblia szava először hagyomány volt, ezt Luther is tudta. Aztán lejegyezték, írott szó lett, írott szöveg lett a Biblia, és aztán azt látjuk, hogy újra meg akar szólalni a Biblia, és újra beszéd akar lenni. A Szentírást nem lehet egy fekete könyvbe bele szorítani. A Szentírás meg akar szólalni Pósmegyer pizzériájában és éttermében, nem tudom mi van itt. Meg akar szólalni a piacon, meg akar szólalni a pósmegyeri körjáraton, amikor felülnek az emberek a buszra, és a réven is meg akar szólalni a Biblia. A Szentendrei héven is meg akar szólalni, és Luther ezt hangsúlyozta, hogy a Biblia a hétköznapi ember, hétköznapi szavaihoz, beszédéhez hozzátartozó isteni igazság.
Ezért voltak tele Wittenberg sörözői olyan teológusokkal, akik Luther nyomán felfedezték a Bibliát, és akartak a Bibliáról szólni, akartak a Bibliáról gondolkodni, egy sör mellett, két sör mellett. Igen, bevitték a kocsmába a Bibliát. Sola Scriptura, egyedül a Szentírás. Luther keményen védte a Szentírást, mégpedig saját fordítását, amiről tudta, hogy nyelvtanilag nagyon helyes, hiszen Luther nem latinból fordította el a Bibliát, ahogyan ő olvashatta az addigi fordításokat, hanem egyenesen melyik két nyelvből? A görögből és a héberből. Óriási dolog volt ez Luther részéről. Az ördög fizessen annak, aki fordításomat tudomásom nélkül javítgatja, mondja Luther az egyik helyen. Mit tegyünk hát mi bibliás egyházak, akik örököljük Lutheréktől a Szentírás szeretetét és komolyságát? Először is tanuljuk meg a Szentírást. Legyünk ebben modernek. Tudjuk Arany Jánost idézni, olykor Kossuthot. Tudunk egy-egy slágerből idézni. Tudjuk a mai nagy politikusokat idézni, legyen a neve Orbán Viktor, vagy legyen a neve Angela Merkel, de vajon tudjuk-e a Szentírást ugyanilyen biztonsággal és kedvel idézni? Ne elégedjünk meg azzal, amit a lelkész mond, hanem menjünk rá a YouTube-ra, és nézzünk meg egy-két előadást a Bibliáról, egy-egy iga magyarázatot. Vagy ha egy igével kapcsolatban kérdésünk van, mert otthon olvastuk a Bibliaolvasó kalózban. Menjünk oda a lelkészhez, és kérdezzünk rá. És ha ő nem tud kapásból válaszolni, utána fog nézni, és jövő hétre megnézni, hogy mit is jelent görögül az a szó. Vagy osszuk meg egymással a bibliás élményeinket. Mit olvastunk a Bibliába? Luther ezért mondja, egyedül a Szentírás legyen a témátok. Aztán javaslom, hogy 2017-ben döntsük el, hogy legalább egy embernek évente, innentől kezdve adunk egy Bibliát. Egy szelet rántott hús burgonyával, előtte húsleves cérnametéltel és valami finom desszert, 2500 forint egy átlagos étteremben. Ennyibe kerül a RÚF, a 2014-ben kiadott új református fordítás. Vagy, ha akciósan 15 kiló cukrot szeretnék venni, ennyit adok ki. Egy évben 15 kiló cukorba kerül egy Biblia valakinek. Úgy gondolom, a tizedből mindenkinek futja. Végül, hagy olvassam fel ehhez a tételhez, ami a leghosszabb tétel volt az előadásomban, a Sola Scripturához, a Dal a Bibliáról című Luther versecskét. Hogy nincs a polcon Biblia, üres, kietlen ott a ház, könnyen bejut sátán oda, s az Úr Jézus ott nem tanyáz. Azért hát ember, bárki légy, egy-két filléret kerül, egy Bibliát sietve végy az ördög ellen fegyverül. Nyisd az föl minden reggel, csük hittel minden szaván, merülj belé figyelmesen, olvasd, kutasd nap éjszakán. E könyv erőt ad és vigaszt, s ne bánt, ha int, ha néha bánt. Pajzsgyanát használd azt örömben, búban egyaránt. Szeresd a könyvet, s úgy tekintsd, mint földi életed támaszát, amely, ha sírodig elkísér, számodra nyit új, jobb hazát. Sola Scriptura. Luther Márton teológiája, biblikus teológia. Az egyház a igétől született leánygyermek, és nem az egyház szüli a Bibliát. A Biblia újra beszélni akar Pósmegyer utcáin, és ne csak olvasd, hanem vidd. Solus Christus, egyedül Krisztus. Meglepően hangzik, de Luther nem tartotta egyformán értékesnek a Biblia könyveit, válogatott Luther.
Nem tudom, ki az közülünk, aki ezt megmerné tenni. Biblia 66 könyvét rangsorolta, de még az Új Szövetség könyvei között is különbséget tett. Hova tovább az evangéliumok között volt egy dobogós. Számára a Szentírás mércéje egyedül Krisztus volt. A három szinoptikus evangélium, Máté, Márk és Lukács írja, sok szót veszteget a cselekedetekre, és keveset a beszédekre, Jézus mondásaira, tanítására. János evangéliuma az egy gyengéden szóló, igaz fő evangélium, amelyet a másik három előtt sok arasszal előbbre és magasabbra kell tartanunk. Amint Szent Pál és Péter levei is jóval előbbre valók Máté, Márk és Lukács evangéliumánál. Jézus az egyetlen, aki az élő Urral képes közösségbe vonni bennünket. Ezért küldte el Isten az ő fiát. Solus Christus. Egyedül Krisztusra irányítja Luther a figyelmet. És a prédikációit, ha megnézzük, az ember számára unalmassá válik, mert mindig Krisztusra gondol, de aki mélyen átéli azt a valóságot, és azt az igazságot, amit Luther felfedezett, nem tudja letenni a prédikációs kötetét, ami tavaly előtt adott ki a Luther kiadó prédikációk címmel. Ma már csak nagyon kevesen veszik tudomásul, hogy Krisztus mellett van még valaki, sátánnak, ördögnek, diabólosznak, szétdobálónak, a hazugság atyának szoktuk nevezni. Aki ott ólálkodik családjaink között, gondolatainkban, ott ólálkodik vágyainkban. És észre se veszük, amikor hozzánk odaférkőzik. És ő Krisztus helyett épít magának sátrat, ahol nagyon is kedvével telik minden perc, amit birtokol. Luther, amikor a sátánról beszél, akkor számára sokszor megjelenik a sátán. Aki el fog látogatni egy reformáció körút alkalmával, a mi gyülekezetünk augusztus 24-től 28-ig lesz Wittenberg és környékén, még van 20 hely az 50 fős autóbuszunkban, a honlapunkon megtalálható a reformációi körút társas utazás. Szeretettel hívogatom a testvéreket, aki érdeklődik, a szentendrei reformátusok már elkezdtek jelentkezni. Szóval, aki elmegy Wittenbergben, a dolgozó szobájában Luthernek lát valamit a falon. Ki tudja megmondani, hogy mit? Tintafoltot. Egy tintafoltot. Mi az a tintafolt? Oda vágta a tintatartót. Miért vágta oda a tintatartót? Mert látta az ördögöt. Mert veszekedett az ördöggel. És Luther nem pszichopata volt, hanem annyira közel volt Krisztushoz, hogy ahogy Krisztus megjelent az ő életében, az ördög is megjelent az ő életében. Ezt a tintapacát a falon, amit lehet, hogy néha, mondjuk 100 évenként egyszer újra kellett festeni, hogy azért megmaradjon az utókornak, örömmel mutogatják a wittenbergi evangélikusok. De üzenetként legyen ott, hogy ki az közülünk, aki annyira komolyan veszi Krisztust, hogy megjelenik neki a sátán. Nem ez a cél. Lelkigondozói tapasztalatom, hogy van, amikor megjelenik a sátán. Rettenetesen nehéz nekünk lelkészeknek az ördögűzés közelébe kerülni, amikor olyan lelkigondozottjaik vannak, klienseink, akik közvetlenül megtapasztalják azt, amit Luther megtapasztalt. Nyilván nem tintatartóval tudjuk előzni a sátánt. De tudjuk, hogy ott áll, ólálkodik. Ahogyan a medvék is ezen a képen valami olyan helyet próbálnak elfoglalni, ami nem az övék. Ilyen valahol a sátán. Feljön a mi otthonunkba, feljön a mi kis kényelmes, biztonságos helyünkre, és még mielőtt észrevennénk, már ott van, és nagy veszélyt jelent ránk. Luthernek szeretem ezt a mondását. E földön semmim sincs,
de ott fenn kincsen van Krisztus, aki ölében tart. Solus Christus. Az elégedett, megérkezett, beérett hívő keresztény hangja ez. 1546-ban, februárjában halt meg Luther. Halálos ágyán egy darab fesznét találtak, fájdalmától már nem tudott beszélni, már csak írni tudott. Egyébként is rengeteg irata fennmaradt Luthernek, sokkal több, mint Calvinnak. Egy nagyon termékeny író volt, és az utolsó cetlire tudja valaki, hogy mit írt? Bizony, koldusok vagyunk. Luther azért írta az utolsó szavait így, mert tudta, hogy Isten kegyelmét kolduljuk. Így állunk Isten előtt. És mi a kezünkbe Krisztust kapjuk. Azt a Krisztust, aki képes ezeket a borzasztó medvéket elűzni az életünkből. Luther egész élete tehát Krisztusra mutatott. Luther családjának volt egy címere, két rózsa volt egymás alatt, és amikor 1516-ban 33 évesen elkészíteti a gyűrűt, akkor egy pecsét gyűrűt, akkor már ott van ez a rózsa benne, ami képsőbb a Luther rózsának lesz az alapja, ezt majd Búra Katalinnal intézi. A Luther rózsa, amelyben épp úgy ott van a Solus Christus. János Frigyes, szász választófejedelem, annyira megkedvelte korhősét, hogy azt mondta, hogy ajándékozok neked egy új pecsétgyűrűt, legyen valami jelképed. És aztán Nürnbergben Hans Spengel városi jegyzőnél megrendelte Luther a pecsétgyűrűt, és a következőket írta, amely krisztológiáját foglalja össze. Pecséte jelezze teológiámat. A kereszt legyen az első feketén, szívbe helyezve, ami természetes színű. Ezzel arra akarom magamat emlékeztetni, hogy a megfeszítettben való hit üdvözít bennünket. Ugyanis csak akkor igazolunk meg, ha szívből hiszünk. Róma 10:10. Jól lehet, a kereszt fekete, mivel megöl. Kell, hogy fájjon is, mégis meghagyja a szívet saját színében, nem rontja meg természetét, tudnék nem öldököl, hanem életben tart. Az igaz ember ugyanis hitáltal él, mégpedig a keresztre feszített be való hitáltal. Ez a szív fehér rózsa közepén legyen, annak kifejezéséül, hogy a hit örömmel, vigasztalással és békességgel ajándékoz meg, és egyenesen egy fehér üde rózsába helyez. Mivel nem olyan békesség s öröm ez, amelyet a világad, ezért legyen a rózsa fehér, és ne piros. A fehér szín ugyanis a lelkek és az angyalok színe. Ez a rózsa égszínkék mezőbe legyen, mert az ilyen lelki és hitbeli öröm az eljövendő mennyei örömök kezdete. Ez azonban a lélekben már most megvan, a reménység által előre meg tudjuk ízlelni. És a mező körül, a kék mező körül legyen aranygyűrű, jelezze, hogy a mennyei üdvösség örökké tart, és nincs vége soha, ahogy a körnek sincs vége. Emellett értékesebb minden örömnél és vagyonnál, mint az arany a legmenemsebb és legértékesebb fém. Mindezt a fiatal konfirmandusoknak, hogy ne ennyit kelljen megtanulni, amit maga Luther írt, így tanítom. Kinek szívében Krisztus keresztje, annak tövisek közt is rózás lesz élete. Rá kéklőn mosolyog az ég, és Krisztus szeretete aranyozza be életét. Solus Christus, egyedül Krisztus. Krisztus van közösségbe Istennel. A sátán ellen egyedüli fegyverünk Krisztus. A medvék jönnek, ha akarjuk, ha nem. Luther rózsa közepén Krisztus jelképe, a kereszt van. És az egyház története Krisztussal kezdődik. Sola Gratia.
Ez a legnehezebb szólám, mert merem mondani, hogy ezt nem értjük. Szól a gráciám. Egyedül a kegyelem. Nem a kegyelemnek a jelentésével van, és az értelmével van baj, hiszen ez az egyik legszebb magyar szavunk, úgy gondolom. Sokkal inkább az a nehéz a kegyelembe, hogy csakis kontraszt anyaggal érthető meg. A kontraszt anyagot azonban nem igazán szeretjük sem emlegetni, sem megnevezni, mert leleplez. De ha le is leplez, rögtön takargatni kezdjük, és újabb rétegekkel próbáljuk azt elfedni, pedig a bűn természetet világos, vaksötét. Számtalan életveszélynek kitett Luther, akit például Bölcs Frigyesnek el kell rabolnia, akkor, amikor ott van 1521-ben, ugye a tételek kiszögezését követően 4 évvel a Worms-i birodalmi gyűlésen, kiterítik a könyvet elé, rengetegen vannak, nagyon messziről érkeztek teológusok, hercegek, szerzetesek, mindenféle ember. Ugye Németországnak kicsit a sorsa függött attól, hogy most Luther tovább dolgozhat, és mehet-e ez a reformáció, vagy pedig lefejezik Luthert, vagy megégetik mágián. És Luthertől egyetlen egy szót kértek. Ki tudja, hogy mit kértek Luthertől a Worms-i birodalmi gyűlésen? Mit mondjon akkor, amikor kiterítették az összes iratát, amit addig írt? Revoco. Visszavonom. És Luther azt mondta, hogy ha csak a Szentírás alapján meg nem győztök engem arról, hogy az, amit leírtam, helytelen, nem vonom vissza az irataimat. Ha meggyőztök, visszavonom. De csak a Szentírás alapján. Egyedül a kegyelem. Miért írhatta ezt Luther? Miért mondhatta ezt Luther? Volt Luthernél egy toll, és ez egy kétnapos nagy vallatás volt, rengeteg védőbeszéd elhangzott, vádlás a pápisták részéről, és Luther tényleg egy ilyen tébolyújtságnak a határához érkezett ott 21-ben Wormsban. És két latin szót bele abba a padba, ahol ő ült. Az egy másik kor, vedd és olvasd, azt írta be, hogy baptizmasum. A keresztség. Meg vagyok keresztelve. Baptizmasum. Vagyis Krisztushoz tartozom, vagyis az ő kegyelméből élek. És ha meghalok, akkor is Krisztussal leszek. És ez adott tartást Luthernek, hogy ne vonja vissza a tételeit. Ezért maradt meg a reformáció. Az életét kockáztatta. 1525-ben csap le rá Bóra Katalin. Tudjuk jól, hogy minden kedves apáca elkelt, Bóra Katalin, a vezetőjük, aki egy nagyon karakán asszony volt, egy nadrágot viselő, kalapot viselő asszony, megvárta, míg Luther észreveszi őt. 1521-ben azonban még Luthernek tulajdonképpen nincs ilyen kockáztatni valója, de a későbbiekben sok olyan necces történetet ismerünk, amikor Luthert simán elfoghatták volna, megölhették volna, bár Bölcs Frigyes választófejedelem, az ő mecénása sok tekintetben életmentő is volt. De amikor arról beszélünk, hogy egyedül kegyelem, akkor idézzük megint Luthert. A bűn elveszi minden szentségedet, akármilyen kegyes vagy. Viszont a bocsánat levesz rólad minden bűnt és haragot, akármilyen bűnös vagy. Milyen jó ezekbe a mondatokba kapaszkodni. Akármilyen bűnös vagy. A bűnbocsátó cédulák észbontó sületlensége kíméletlenül rámutatott arra, hogy a kor hogyan gondolkodott a kegyelemről. Istennek tulajdonképpen csak akkor van kegyelme számodra, hogyha
fizesz neki. Ne neki, az egyházának. De hát az egyház Krisztus földi helytartójának nagy népe az Istenhez tartozik. A hívő ember attól, hogy hívő ember, nem kap bocsánatot. Akkor attól, hogy tesz valamit, jóvá teszi a bűneit, kijavítja a hibáit, attól még nem kap bocsánatot. Attól, hogy én holnap jobb ember leszek, és nem követem el újra azt a hibát, amit elkövettem ma, nem kapok üdvösséget. Azt el kell kérni méghozzá úgy, hogy bűneimet leteszem, de hova? Luther szerint a helyes kérdés nem az, hogy hova, hanem hogy kire. Mert hát az ember bűne emberi, tehát emberre kell letennie, akit bűn sohasem lovagolt meg. Nem adhatom a tengernek, az univerzumnak, egy jó érzésnek, az elmúlásnak, az apámnak, a múltnak. A bűnömet valakire le kell tenni. Ezzel kapcsolatban Luther így folytatja, ha a bűneimet magamon nézem, megfojtanak engem, ezért hát Krisztusra kell néznem, aki bűneimet magára vette. Bűneim tehát most már nem rajtam, hanem Krisztuson vannak, s őt folytogatják. Amikor Pál azt mondja, hogy bűnné lett értünk Krisztus, és amikor Jézus azt érzi, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, és amikor elsötétedik az ég, akkor Krisztus bűnös. Teli van bűnnel. Mert mindannyiunk bűnét magára vette. Tehát ő maga a bűn. Annyi bűnt magára vett, hogy még az ég is elsötétült, magyarázzák sokan ezt a jelenséget. És elfordítja a bűnről az Isten az arcát. És azt érzi Jézus, hogy elhagyta az Isten. És az a kegyelem, hogy Krisztus ezt értünk tette meg, bűnné lett. És ezt hirdeti, ezt kezdi el hirdetni Luther nagyon-nagyon erőteljesen. Ezért beszél olyan sokat a pokolról és az ördögről, ha valaki Luthert olvassa, akkor állandóan ezzel szembesül. Egyedül a kegyelem, alig értjük ezt a szót. Vajon hová tudjam letenni bűneimet? Nem hová, hanem kire teszem le. Krisztus győzött az ördög, a halál a bűn felett. A győzelemből részesülni ez a kegyelem. És végül a legrövidebb magyarázatot hagy adjam itt az előadásom végén, a sola fide, egyedül a hit. Tételt. Hit szót bátrabban használjuk, mint a kegyelmet, mert a hit nem egyszerűen a léleknek a megnyugvását, Isten létének feltételezését, vagy egy spirituális tudás jelent, hanem a hitnek lehet tárgya valami. És ez már közelebb van hozzánk. A hit feltételez valakit. Istenben hinni az, hogy bízom valakiben. Luther azt mondja, hogy ha a hited van, akkor mindened van. Ha hited nincs, semmit sincs. Meg lehet kérdezni, hogy az az ember, aki küzdött politikával, küzdött társadalmi rétegekkel, beleavatkozott egy egész országnak, egy egész földrésznek az életébe, vajon milyen hívő ember volt. Sok mocsokkal kellett találkozni, sok szövevényes ügybe kellett belegabajodnia, hiszen itt rengeteg pénz a hatalom forgott kockán. Azt látjuk, hogy Luther mindvégig megmaradt egy egyszerű embernek, egy egyszerű hívő embernek, egy olyan embernek, aki tulajdonképpen az erejét abból merítette, hogy csupa olyan ember vette őt körül, aki ugyanúgy felismerte a hit által Krisztus, mint ahogy ő. Azt látjuk, hogy 1522-ben már jönnek a
magyarországi evangélikus papok, lelkészek, és elkezdenek prédikálni, és itt Magyarországon is az új hitet terjeszteni. Az új hitet, ami már nem a cselekedetekre, nem a római katolikus egyház visszaéléseire alapozza a jövőjét, hanem egyedül Krisztusra. Van Polgár Rózsának, egy goblein művésznek, már meghalt harmati püspökünknek, harmati Béla evangélikus püspöknek, feleségének egy nagyon szép műve, ami az Országos Evangélikus Múzeumban van kiállítva. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a Deák téren található Országos Evangélikus Múzeumot, úgy, ahogy mi viszont ellátogatunk a Biblia Múzeumba, ahol most minden fel van újítva. Múlt hét pénteken a konfirmandusaimmal, múlt hét szombaton másfél órát úgy töltöttem el, hogy egy szavuk se volt, 17-en jöttek, mentek, próbálták ki, ilyen nagy képernyőket lehet lapozni, rengeteg érdekes dolog van köztük. Ez a nagyon szép négy szólá megörökítése. Egyedül a Szentírás, egyedül Krisztus, egyedül a kegyelem, egyedül a hit, ez a négy szólá, amire Luther Márton felteszi az életét, és a négy láb stabilan áll. És nem csak ő, hanem minden 16. századi protestáns teológus és mai lelkészek is, a mai gyülekezeteink is ebből a négy szólából táplálkoznak. És még mielőtt a pompás Luther Márton, akit igyekeztem nem fényezni, hanem valahogy bemutatni, és szívesen felelek a kérdésekre, hogyha lesz akár az életét, akár teológiáját tekintve, még mielőtt egekit magasztalnánk, azért mondjuk ki az ötödik szólát, amit református testvérek sokkal jobban tudnak, mint mi. A Soli Deo Gloriát, mert ez az egyediliség hozzátartozik ehhez a négyhez. Úgy gondolom, hogy a Wittenbergi vártemplomnak a kapuja, ahová állítólag kiszögezte Luther Márton a 95 tételét, méltóképp ihlette meg Turmezei Erzsébet, evangélikus diakonissza költőnőt, akik a Tételek kapuja előtt című versét így fejezi be. S míg ragyog az érc betűk sora, egyért csóhajtok késő vándora. Ne merevüljön szánkon és szívünkön az üzenet halott formákban, hideg érzbetűkben. Legyen olyan élet erőtere, mint valamikor Luther Márton 95 tétele. Köszönöm a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük ezt a lélekemelő előadást, és a lehetőséget szeretném nyújtani a kérdésekre. Akkor én hadd kezdjem ezt meg. Én figyeltem, hogy Németországon hogy kezdődik a reformáció emlékére, és az akkori köztársaság elnök, ez a bizonyos Gauck úr, aki evangélikus lelkész volt korábban, ő azt mondotta, hogy minden korszak megtalálja a maga számára fontosat a reformációban. A mi korszakunkban talán Lutherből legfontosabb a civil kurázs, a kiállás, maga az igazáért. A karaktere valóban ezt nagyon jó példázza, de ugyanakkor azért volt bennem egy kis háborgás a lelkem mélyén, nem is kicsi. Mert úgy érzem, hogy ha a Luther örökségét, a reformáció örökségét kell említeni, akkor sokkal inkább a te előadásod adja ezt vissza. És mindezt, amit ő megértett a Szentírás alapján, Krisztusból, mit jelent a kegyelem, mit jelent hitáltal élni, ez az, ami igazán akkoriban megváltoztatta ezt a világot, és hiszen veled együtt vallom, hogy ma is így van. Tehát ezt én nagyon fontosnak tartom, és igazából most jön a kérdés, hogy te most hogy látod a németországi protestáns helyzetet?
hogyha erről néhány szóban tudnál beszélni, hogy most hogy látják ők Luthert, hogyan viszonyulnak hozzá. Tudom, hogy ez egy nagyon nagy téma, de talán mégis rövidre fogva tudnál egy választ adni. Köszönöm a kérdést, és a továbbiakat is örömmel várom. 2017-hez közeledve azt lehet látni, hogy összekapta magát a németországi protestantizmus. Ha 85 millióan vannak Németországban, körülbelül 30 millió evangélikus van. Azt lehet látni, hogy a Luther kutatás, a Luther iránti érdeklődés a teológia szintjén, az egyháztörténet szintjén kellő megelégedésre szolgál. De ez az egyházat, a 14 évesek életét, a német gondolkodást, a német ember hétköznapjait nem fogja megváltoztatni, mert az egyház történettel csak akkor érdemes foglalkozni, hogyha annak hatása van, például a mai előadás után a Pósmegyeri Református Közösségre. Én úgy látom a német evangélikusságot, hogy erőteljesen a liberális gondolkodás felé mennek. Nincsen egyházszakadás, tehát nincs arról szó, ami Amerikában megtörtént, hogy konzervatívok és liberálisok, ugye a Missouri Synoddal ketté szakadtak, és külön teológiájuk van, nincs átjárás az evangélikus egyházon belül Amerikában egyik kegyességi irányzatból a másikba. Németországban még ez mindez még megvan, de hogyha az irány az lesz, hogy egy tartomány elég sok várossal eldönti, hogy a hittankönyvek közül 8 év folyamban egy foglalkozik a kereszténységgel, Jézussal, és a másik hét vallással és filozófiával, tehát 10 éves kortól 18 éves korig a gyerekek, mondjuk 35 hét van az iskolában, 35 leckét tanulnak Krisztusról, és 7x35-öt másról, akkor ez egy reformációval, Lutherrel, Calvinnal ellentétes irány. Abban az esetben, hogyha gyakorta meg fog történni az, hogy jeruzsálemi Siratófalhoz érkezve német püspökök a zsidók iránti tiszteletből a kereszténység jelképét, ami az ő viseletükben a püspöki kereszt, leveszik magukról, leteszik, és úgy lépnek a Siratófalhoz, mert a tolerancia azt kívánja, hogy a keresztet vegyük le, akkor sérül a solus Christus elv. Mert miért ne viselhetném Krisztus keresztét a Siratófalnál, akkor is, ha a zsidó testvérek nem fogadják el Krisztust Isten fiának. Mindaddig rossz irányba megyünk, hogyha a német püspökök, Fabinyi Tamás, evangélikus püspök úr, lundi, svédországi ünnepi megemlékezésén tartott előadását éles kritikával illetik a sajtóban, mert püspök úr merészelte szóvá tenni, hogy a kereszt sok intézmény faláról Svédországban is, és Németországban is látunk erre most már példákat, levétetik. Ez egy rossz irány, nem azért, mert a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke kapcsán egy vállalhatatlanul konzervatív, begyepesedett, beszürkült, megkövesedett egyháznak mondják Németországban a Magyarországi Evangélikus Egyházat, mondják. Az ő dolguk. Hanem azért, mert lesz egy Németország, ahol Krisztus felvállalni előbb-utóbb nem csak ciki, hanem törvénytelen lesz, nem csak törvénytelen, hanem veszélyes lesz, és így tovább. Nem akarok ebbe a muszlim irányba elmenni, mert a reformációt most összekeverni ezzel nem. Nyilván a keresztlevétel, tudjuk, hogy emiatt a muszlim lakosság megnövekedése, a muszlim gyerekek iskolában való megjelenése miatt történik. De Luther Márton abban a katolikus egyházban vállalta a keresztet, vállalta a Szentírás igazságát,
vállalta az ő teológiáját, ahol épp úgy kinyírták volna, mint ahogy ma megölnek Szíriában keresztényt azért, mert keresztény. Tehát Luther az a fajta evangélikus lelkész lenne a Németországban, akinek valószínű elég nagy szája lenne, kimondaná az igazságot, rengeteg honlapon őt izéznének, biztos, hogy saját szájtja lenne, biztos, hogy egy blogger lenne, este 11-kor és éjjel 2-kor ugyanúgy bejegyzéseket írna, mint nappal. Biztos vagyok benne, hogy megtörténne az, ami a korábban, hogy a Wittenbergi Egyetemen az arisztotelészi filozófia előadásokra bementek 10-15-20-an. Luther, amikor előadást tartott, és az végig egyetemi tanársága alatt így volt, 400-an hallgatták Luther előadásait, Melanchthon Fülöpét, aki rendszeres teológus társa volt Luthernek, 600-an hallgatták az előadását. Pedig pont akkor katolikus, gazdag egyházával ellentétes tanokat hirdette. Úgy gondolom, hogy ma egy Luther, ha ugyanazzal a szentélek, ugyanannak a szentéleknek az erejével tanítana, akkor egy jó értelembe vett, óvatosan használom, mégis kimondom, celeb evangélikus lelkész, celeb evangélikus egyetemi tanár lenne, aki egyszerűen egy klassz szabad egyetemet, vagy nem tudom én mit alapítana. A németországi egyháznak a hulláma érkezik hozzánk. 15-20-25 évvel mindig le vagyunk maradva. Én úgy gondolom, hogy nagyon józanak kell lenni a magyarországi evangélikus egyháznak, hogy ne azok a hatások érjék el, ami pont ezt a négy szólát, amiről ma szó volt, bombázzák. És a gyerekeinknek igenis ne tanítsunk Lao Tse idézetet. Ne tanítsuk meg Buddhának az életére, ne tanítsuk meg őket keleti meditációkra. Mélyen imádkozni, igen, ahol épp úgy csendbe kell lenni. Nem tanítsuk meg őket arra, ami a kereszténység nagy értéke. Illetve az nem baj, ha tájékozódnak a világban, az egyáltalán nem baj, csak nekünk ez a dolog, hogy a hitünket átadjuk. Tehát erre vagyunk hivatalosak, igen. Tehát, és ez egy nagyon fontos dolog. Azért azt gondolom, éppen építve a szavaidra, hogy nem biztos, hogy egy elfogadott ember volna a mai német társadalomban Luther Márton, tehát nem lenne ő az ember, aki mindenki által elfogadott volna. Sokkal inkább úgy gondolom, hogy kellemetlen tudna lenni mai polkorrekt világban. Igen, ahogy kellemetlen volt a 16. században Luther, tehát a Luthertől viszketést kaptak nagyon sokan, Luthertől féltek, Luthert el akarták némítani, égették a könyveit. És tudjuk, hogy a reformációnak egy árnyék oldala, amivel Luther nem tudott mit kezdeni, már régen nem volt a kezébe, a parasztlázadás, a társadalmi reformok többsége, ami erőszakkal ment végbe, nem krisztusi módon nem akarta ezt Luther, ez lett belőle. Nehéz azt mondani, hogy bárcsak ne született volna meg Luther, és akkor több százezren életben maradnak. Nehéz ezt nekem nem csak evangélikus lelkészként kimondani, mert ő nem ezzel a szándékkal tette, amit tett. Tehát ha Luther ma élne, és egy lipcsei egyetemen, vagy Neuendettelszói liberálisabb egyetemen tanítana, én úgy gondolom, hogy sok követőre találna, lehet, hogy nem először, de kezd az egyház olyan mély ponton lenni, hogy már most már ezek az új lutherek kezdenek hangot kapni. A liberalizmus mindig egy ideig gyönyörűen ragyog, az ő csillaga, és utána nagyon-nagyon gyorsan hanyatlik. Éhség van az egyházban. Bibliára éhség, Krisztusra éhség. Van esetleg ezzel kapcsolatban kérdés, vagy Luther életével kapcsolatban kérdés? Talán nem csak érdekel ez közelebbről, hogy
Luthernek milyen magyarországi kapcsolatai voltak? Erről nagyon figyelte, hogy mi történik nálunk. Erről tudnál egy kicsit beszélni? Igen, hát tudjuk, hogy a reformáció Magyarországon az evangélikus és a református ágában sok tekintetben vegyül. Átfedések vannak. Magyarországról körülbelül 120 diák ment, tanult Luthernél, mint egyetemista, mint akiből majd lelkész lesz, és jött vissza, és tanították tovább az itt maradt fiatalokat, akik nem engedhették meg maguknak azt, hogy kimenjenek Wittenbergbe, és ott töltsenek általában egy szemesztert. Azok a diákok, akik visszajöttek, az 20-as évek elején már itt voltak, és gyakorlatilag falvak, városok, megyényi területek tértek át néhány éven belül az új hitre. Luther maga szerette a magyarokat. Van is olyan ének, amit a magyaroknak írt, méghozzá látta a törököt jönni, és a mohácsi csata és annak körülményei olyan hatással voltak Lutherre, hogy külön imádkozott Magyarországért, és egy éneket írt, a 255-ös éneket Budavár Elestjénél 1541-ben, tehát még éneket is szerzett azért, mert ebben az énekben az van, hogy tarts meg Urunk szent igédben, védj erőd ellenségünken, kik szent fiadat támadják, trónodról lenne taszítsák. Úr Krisztus, láttas hatalmat, ki minden ura vagy, te védd meg árva népedet, hogy dicsérhessen tégedet. Luthernek, tehát tudott arról, hogy Magyarországra eljutott az új hit, azért azt gondolom, hogy sejtjük, hogy az egyik legdélebbi vidék volt már Magyarország. Csehországban sokkal többen lettek luteránusok. Ugye ott az volt, hogy Husz János megalapozta Csehországban a 14.-15. századi előreformátori mozgalmakat, vagy mozgalmat, még akkor is, hogyha őt megégették, de a Prágai Egyetemen nagyon komoly luteránus tanokat hirdettek. Ott azért azt tudni kell, hogy volt egy ilyen nemzeti villongás. A nemzeti öntudat a reformációhoz erősen kötődik. Ahogy Magyarországon a református egyház ennek tulajdonképpen hordozója is, tehát a magyarság leghordozóbb egyháza az én látásom szerint a református egyház itt az országunkban, Csehországban, tehát Csehországgal több kapcsolata volt Luthernek, akkor is, hogyha egy ilyen az akkori egyetemnek a vezetője, sőt az egyetemet ugye a király vezette, Wenzel megszavaztatta az egyetemmel, hogy minden külföldinek egy szavazata van, és minden csehországinak három szavazata van. Nem mondom már részleteket, hogy miért volt erre szükség, de összepakolták magukat a németek, és elmentek Lipcsébe, és megalapították az azóta is prosperáló Lipcsei Egyetemet, ahogy aztán ott tovább képződtek a lutheri tanok mentén, és Prága megmaradt cseh egyetemnek. Különben Luthernek a hatása rendkívüli volt az országra, kétharmada luteránus volt az országnak ekkor, mondom, a református és evangélikus ág több helyen keveredett. Tehát voltak ilyen átjárások, hogy előbb az egyik lelkész evangélikus volt, és utána néhány év múlva már református, vagy olyan is van, aki unitáriussá lett. De gyakorlatilag egy 70-80 év alatt a lutheri gondolat átjárta az egész országot, és jött a kálvini, mint egy újabb ága a reformációnak. Hát, nagyon felemelőd az este. Nekem még sok kérdésem volna, de még van alkalom, hogy beszélgessünk, és bizonyára másodban is maradtak még kérdések. Azt szeretném elmondani, hogy öröm az, hogy az 500 éves
múltra visszatekintve ebben az emlékében így találkozhatunk, és azt gondolom, egyik legfontosabb része ennek az évnek ez, hogy mi, akik a protestáns egyházok családjához tartozunk, találjunk egymásra, és az egységünket keressük, találjuk meg Krisztusban, és erősítsük egymást a küldetésünkben. Ez egy nagyon fontos dolog, és ennek egyében telt ez a mai este. Nagyon szépen köszönjük ezt az előadást, és reméljük, hogy még sokszor szólalhatsz meg itt Pósmegyeren, akár előadóként, akár igehirdetőként. Isten gazdag áldását kérjük kedves családodra. Ha jól tudom, akkor gyarapodik nem sokára, és egyek vagyunk az örömötökben. Isten áldása legyen az evangélikus gyülekezeten, Szentendrén, illetve az egész körzetben, akik hozzátok tartoznak, és reméljük, hogy sok örömötök lesz ebben az emlékében. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet is, bízom benne, hogy ha csak morzsák maradnak meg, de akkor is visz haza a gyülekezet egy-két morzsát. És azért, hogy ez az előadás nem múljon el nyomtalanul, hoztam egy kis ajándékot a gyülekezetnek. Németországban már vannak ilyen 70-80 centis kis zöld törpék, Lutert ábrázolják, ilyen gumiból készülnek, rengeteget gyártottak. Nekem a stuszkulcsom is egy Luther rózsa kulcstartó, és rengeteg olyan zoknit csinálnak, amelyen Luthernek a mondása a pont a Wompsi Birodalmi Gyűlésen hangzott el, hogy itt állok, másképp nem tehetek, és a zoknin ez a felirat, szóval rengeteg ötlet felmerült, és mi magyarok előjöttünk azzal, amivel egyik luteránus ország szem egy társasjátékkal, egy Luther társasjátékkal, amelyet az is tud játszani, aki soha életében nem hallott Lutherről, mert nem igényli a tudást. Egy nagyon, most néhány hónapja jött ki, szeretettel hoztam ezt a társasjátékot, kicsit meg is köszönve az elmúlt 10 évben, én 10 éve vagyok itt, nem sokára jubilálok a Szentendrén evangélikus lelkészként, aki Pósmegyerhez is kötődöm, és hozzánk tartozik Pósmegyer, és mindig nagyon kedvesen hívtatok. Én kívánom, hogy a bibliakör, a presbitérium, a konfirmandusok, a hittanosok sok-sok szép órát töltsenek ez emellett a Luther társaság nép mellett. Itt van. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jól esik. Köszönjük szépen. Itt vannak a bibliakörösök, és itt van a kompilus csoportunkból is egy kedves ifjú, Zalán, úgyhogy majd megnézzük, hogy miről is szól a játék, jó? Köszönjük szépen. Ha kell, akkor eljövök és bemutatom a játékot még erre, és nagy vállalkozom. Nagy segítek nektek. Szegény ajándék, az igazi pósmegyeri ajándékban mi is készültünk ma estére, és nagyon szépen köszönjük neked ezt az estét. Nagyon köszönöm, és Isten áldja meg a gyülekezetet. Köszönöm.